akkor több madárral vagyok együtt, akkor a saját biztonsági kérdetőjében jobb, hogyha pórázva le vannak kötve. Solymász bemutatóval kezdődött a nap az Egri várban, ahol többek között tárlatvezetésekkel és múzeumpedagógiai programokkal várták a látogatókat. Jártam már a várban nem egyszer. Hát eddig tetszett a solymászat, azt láttuk, és szeretnénk megnézni a kiállításokat, Gárdonyi Géza sírját. 2002 óta október 17-én tartják az Egri vár napját, annak emlékére, hogy 466 évvel ezelőtt ezen a napon adta fel a török hadsereg a vár ostromát. Hagyomány, hogy ilyenkor megkoszorúzzák Dobó István síremlékét, a mostani alkalom azért is különleges, mert a hőskapitányról elnevezett múzeum idén ünnepli 60. születésnapját. Mindazokat a múzeum pedagógiai foglalkozásokat, amikkel egyébként is a hétköznapokban várjuk a diákságot, a felnőtteket is, akár ezeket most ingyenesen látogathatják az iskoláskorú gyermekek, esetleg felnőttek, pedagógusok, úgyhogy gyakorlatilag az egész nap egy nagy múzeum pedagógiai átfogó rendezvény. A Magyar Honvédség 170 éves évfordulójának megyei záró eseményeként megkoszorúzták a lengyel menekültek emléktábláját, és egy újat is avattak, így tisztelegve a város egykori katonái és honvédei előtt. A tábla emléket állít mindazon katonai alakulatnak, amely 1848-ban Egerben került megalakításra, vagy itt állomásozott, és emléket állít minden olyan egrinek, aki bármely módon áldozatot hozott a hazájáért. Délután 120 önkéntes területvédelmi tartalékos sorakozott fel a palota udvaron és tett esküt a haza védelmére. A most esküdtett állomány tagjai mindannyian járási és megyei feladatokat látnak el. Nagyon fontos, hogy a sorkatonai szolgálat megszüntetése után megmaradjon, vagy kialakuljon egy új kapocs a lakossággal, a honvédelem, a hazafiság érzése fönnmaradjon. Ezért nagyon fontos, hogy ezekben a városokban, településeinken egyre több helyen jelennek meg ezek a katonák. A tárlatok mellett egész évben számos eseménynek ad otthont az Egri vár, amely egy friss felmérés szerint továbbra is a legkedveltebb vidéki célpontnak számít a turisták körében.